Vásárcsarnok, elektromos buszok rendelő, újabb 850 millió forint fejlesztésekre Pécsen. Bakondi a migrációról, konferencia a határrendészetről és a rendészettudományról. 2 ezüstérem és 4 világjátékok kvóta, az aerobik válogatott húzó embere Bali Dániel. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják június 23-án csütörtökön, tartsanak velünk! Vásárcsarnok, buszbeszerzés, egészségügyi fejlesztés csak néhány terület, ahol újabb fejlesztésekbe kezd az önkormányzat. Ehhez 850 millió forintot hív le abból a támogatási keretből, melyet az EU forrásokból kap Pécs. Ez mintegy 32 milliárd forint. A képviselők csütörtökön döntöttek az újabb beruházások megindításáról. A közgyűlésen kinyilvánították azt is, hogy Pécsen kell maradnia csontvári képeknek. Ugye vannak ez a bizonyos európai uniós források, területoperatív források, amelyekből Pécs városa most már jószám legalább 50-et megindított, ma újabb kis csokorra lesz bővült. Elindult a Vásárcsarnoknak ugye a pályázati, ugye elindult az Airbringa rendszer például, ugye elindult Kertvárosi, Uránvárosban egy rendelőintézetnek, rendelő központnak, gyerek és védőnői központnak a felújítási ügye, tehát sok téma volt a mai közülésen is, és nyilván fontos ügy volt a csontvári ügyben, csontvári tivadar képeinek az ügyében egy nagyon nagy többséggel az a döntés született, amelyben kimondtak, hogy üres ezeket a képeket mi Pécsen szeretnék a kísérben is látni, tehát nem akarjuk ezt bárki más városba, más településre elvigye. Ez fontos volt, egy kiállása, gyűjtemény a csontvári kollekció mellett, örülök, ez megtörtént a mai nap folyamán. Hiába próbálkozott a szír származású Beshar Najari azzal, hogy a pécsieket képviselő önkormányzatot és a Pécs Holdingot kipakolja a cég tulajdonosi közgyűléséből, erőlködése egyelőre nem járt sikerrel, írja a pécsma.hu. Szabó Iván, a pécsi önkormányzatot képviselő ügyvéd ugyanis arról tájékoztatta a lapot, hogy a zalaegerszegi törvényszék nem jogerősen elutasította Beshar Najariék beadványát, amit azért indítottak, hogy a várost eltávolíthassák a tulajdonosok közül. A végzés kapcsán várhatóan fellebbeznek majd a mágnások. A gyár történetének egyik legsötétebb szégyenfoltja az, hogy bűnügyi nyomozók jártak-keltek a manufaktúrában, miután költségvetési csalás és más egyelőre meg nem nevezett bűncselekmények gyanújával indítottak nyomozást. Vélhetően a rendőrség azt is alaposan megvizsgálja majd, amiről a cég egyik alkalmazottja beszélt egy hangfelvételen, hogy ki és miként hozhat ki autóban számla nélkül termékeket a gyárból. Nem kell feltétlenül felkeresnie annak a NAV ügyfélszolgálatát, akinek javítania kell hibás személyi jövedelemadó bevallását. PIN kóddal ugyanis telefonon korrigálható az értesítésben említett hiba, írja a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleményében. Jelenleg 17 ügycsoportban lehet telefonon intézkedni, például az adózói minősítéssel kapcsolatos információk, vagy a folyószámla adatok lekérdezésére, egyeztetésére, az adatok változásának bejelentésére is használható a rendszer. A bevallás javításához 4 lépésben lehet eljutni. A második lépés után meg kell adni az adóazonosító jelet és a PIN kódot. A határrendészettől a rendészettudományig címmel konferenciát tartottak a Szent László napi nemzetközi tudományos konferencia sorozat keretén belül Pécsett. Az eseményen Bakondi György miniszterelnöki megbízotta a migráció aktuális kérdéseiről tartott előadást. A szerb-magyar határ migrációs nyomása napi szinten érezhető. 100-150 fő próbál kísérletet tenni az erőszakos tiltott határátlépésre. Ez pedig nagyon komoly erőfeszítést igényel a rendészeti szervektől, és a társadalmi támogatásra is szükség van. Csak azok léphetnek be, akiknek az ellenőrzését végrehajtottuk, és jogosultak politikai menedékjogra. Nagyon reméljük, hogy sikerül megváltoztatni az Európai Unió eddigi hozzáállását, és egy az európai emberek biztonságát kialakító komoly rendszer építhető ki. Közelmúltba fogadta el az Európai Unió az egységes európai parti és határőrség létrehozását. Ezek fontos lépések, amelyet a magyar kormány élőerővel is, eszközökkel is, pénzzel is legmesszebb menőkig támogat. Szolidárisak vagyunk az erőfeszítésekkel.
A nemzetközi konferencia sorozat mostani tematikája áttekinti mindazokat a társadalomtudományi folyamatokat és határterületeket, amelyek hozzájárulhatnak a rendészet gyakorlatának fejlesztéséhez és az ahhoz kapcsolódó tudományos gondolkodás formálásához. Ez egy folyamatos fejlődés, tehát a rendészet az egységes, de különbséget teszünk abba a tevékenységbe, amit a rendőrség végez, és abba, amit a határokon kell végezni. Azzal, hogy megszűnt a hivatásos határőrizet, de a rendőrségen belül létrejött a határrendészet, ez egy nagy lépés volt, és egy európai irány. Most például azt tekintjük át, hogy mennyivel gazdagította az az ismeretanyag, amivel a határőrök rendeztek az általános rendészetet. A konferencia a Pécsi Rendészettudomány Szervezési Hagyomány másfél évtizedes eredményei előtt tiszteleg. Vendégünk a stúdióban Réfi Eszter, a Pécsi Sport Nonprofit ZRT aerobik szakosztályának vezetője. Jó napot kívánok! EB zajlik most, de hát nemrég jöttek haza egy VB-ről, igaz, más sportág, aerobik, és itt remek eredményeket értek el, ehhez először is gratulálok. Beszéljünk egy picit erről. Mik voltak ezek? Köszönjük szépen. Hát igen, most zajlott vasárnapi fináléval az aerobik világbajnokság Dél-Koreában, és azt gondolom, hogy Magyarországnak az eddigi történetében az egyik legsikeresebb világbajnokság volt. Ami nagyon fontos, hogy a 44 nemzetet felvonultató viadalon összetettben negyedik helyen végeztünk a felnőtt versenyeket tekintve, és nem nagyon volt még ilyen az országnak. A legfontosabb eredmények azt gondolom az a két ezüstérem, ami felnőttben sikerült megszerezni, és mind a kettő pécsi érdekeltségű. Férfi egyéniben Bali Dániel, a PSN ZRT versenyző lett második, illetve a debreceni Hegyi Dórával párosban pedig szintén sikerült ezüstérmet szerezni. Emellett két negyedik helyet szereztünk aerodance csapatban és sportarabik csoportban, és ezek a kategóriák ki is jutottak a jövő évi világbajnokságra. A selejtező volt egyébként a kvalifikáció arra, és meg volt egy Magyarországnak egy step csapata, ami hatodik helyen végzett. Remek eredmények. Igen. Milyen nemzeteket előztünk meg, illetve kiket utasítottunk magunk mögé, mert hát azért ilyen eredményekkel szerintem ott vagyunk az élen, nem? Igen, pont edzőkolléganőmmel néztem a sportarabik csoportoknál a táblázatot, és olyan nemzetek, mint Spanyolország, Franciaország, Oroszország, Korea mögöttünk szerepeltek a döntőben, hogy hihetetlen volt, tehát soha nem gondoltuk volna évekkel ezelőtt, hogy egyszer eljön ez a pillanat. De azt gondolom, hogy most már nagyon sokat dolgozott ez a magyar aerobik társadalom, és azért a nehéz évek után most már ez a harmadik, negyedik év, amikor folyamatosan egyre jobb eredmények jönnek, úgyhogy én bízom benne, hogy ez a jó tendencia, ez folytatódik. Csak a kemény munka annak köszönhető ez? Beszéljünk egy picit arról a háttérről, ahonnan jönnek ezek a versenyzők, arról a felkészítésről, amit kapnak, honnan érkeznek ők? Az ország minden tájáról kerültek kiválogatásra a válogatottnak a tagjai. Azt gondolom, hogy Budapest, Debrecen és Pécs nagyon sok versenyzőt ad a válogatottba. Hogy igazán mitholról beszéljek, nálunk nagyon nagy fejlődést jelentett az, amikor a PSN ZRT felkarolt minket, mert önkormányzati támogatással, különböző pályázatokkal ki tudtunk alakítani egy saját kis kuckót, egy saját kis termet, illetve tudtunk hivatalos versenytalajt vásárolni. Mert előtte az egyetemi tornatalajon készültünk, ami kicsit úgy tudnám leírni, mint amikor teniszütővel készülnek a pingpongosok, tehát ütő-ütő, de teljesen más. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt meg is lódult a szakosztálynak a létszáma, és a szakmai színvonalat is tudtuk emelni. Nyilván hát az edzőknek fontos szerepe van ebben nagyon, tehát az ő képzettségi szintjük, pedagógiájukon múlik, hogy igazából mi lesz a sportolókból. Én azt gondolom, hogy mi igyekszünk nagyon oda tenni magunkat, és fejlődni folyamatosan. És arról nem beszélve, hogy ez egy nagyon jó nemzedék, tehát a versenyzők, a mostani felnőtt generáció azért rég nem látott tehetségekből áll, és elképesztően kitartóak, és jó a mentalitás. Emellett pedig a szövetségünk is sokat tud segíteni, sokkal többet, mint a megelőző években. Új elnökünk lett dr. Csutora László személyében, aki rengeteget tesz azért, hogy kicsit több támogatás kerüljön hozzánk, és ez azért megkönnyíti az életünket. És nagyon jó a klubok közötti összefogás.
Itt Pécset hogy toboroznak önök? Tehát ellátogatnak iskolába, próbálják a gyerekeken megismertetni ezt a sportágat, vagy hogy képzeljük el? Őszintén szóval évek óta sehogy. Mert nagyon magas létszámmal működnek a csoportjaink. Szóval nem kell? És nem kell, és szájhagyomány útján terjed, és hál' Isten, aki ellátogat hozzánk. Nyilván nem mindenki marad nálunk, hát nem mindenkinek tetszik ez a sportág, de a legtöbb igen, és ők nagyon jó véleményt visznek rólunk. Úgyhogy most bőven 150 fölött van a szakosztály létszáma, összesen 9 csoportban dolgozunk, 2 óvodás csoport, 2 általános iskolás alsó tagozatos csoport, meg több különböző versenyzői csoport, úgyhogy nem igazán van erre szükség. Inkább olyan nehézségekkel küzdünk, hogy férjünk el a termeinkben, és hogy hol tudnánk még plusz edzés lehetőségeket biztosítani, de megoldjuk, bent töltjük a hétvégéket is a teremben, úgyhogy csupa kellemes gondok ezek, kellemes igen, gondok. Abszolút. Viszont a nemek aránya az milyen? Mert hát itt most belegondolva a fiúk mennyire jelentkeznek? Hál' Isten, most már igen. Nagy problémája Magyarországnak, hogy kevés a fiú sportágban. Ez egyébként nem sok országban van így. Akik sikeresek ebben a sportágban, azok a nemzeteknél felnőtt válogatottak 80%-át férfiak alkotják. Tehát a női egyéni versenyszámon kívül minden kategóriában dominálnak a fiúk, és ahol már kicsit közismertebb a sportágot, látják, hogy ez igazából nagyon hasonló a versenytornához, a szertornához, nyilván annak is a talajgyakorlat részéhez. Ez a dolog nagyon komoly erőelemekkel és ugrásokkal és nagyon-nagyon férfias dolgokkal kell megküzdeni. Nyilván ez a koreográfia, a zenére való mozgás, ez nem tűnik mindenkinek vonzónak, de most már elindult nálunk is valami, és azt gondolom, hogy Balidani sikerei azért motiválóan hatnak, mert a mi klubunkban igenis elindult. Tehát óvodások között is van 5-6 fiunk, a kisiskolás csoportunkban is van 4-5, és vannak köztük komoly tehetségek is, akiknek nagy jövőt jósolunk. Úgyhogy az arány még mindig azt gondolom, hogy 11-2 fiú a 140 lányhoz, de elindult. Verseny után, ugyebár itt most a nyári szünet következik, viszont a klubnál, a szakosztálynál milyen munka jön, illetve mi lesz a legközelebbi megmérettetés? Az élversenyzőnek most van még 2 levezetés, 2 hét, amiben picit könnyebb edzésmunkát végeznek, de edzeniük kell. A kisebbek most táboroznak, most 2 hét napközis tábort szerveztünk a szakosztályba, és július pihenő mindenkinek. És augusztus elejétől kezdjük a munkát, ott is mindjárt egy edzőtáborral, ott napi 2 edzéssel dolgoznak majd a gyerekek, és szeptemberben indul a versenyszezon. Magyar Kupa 3. fordulójára készülünk, utána pedig a Hun Openre, ami egy nemzetközi verseny lesz majd Budapesten, ami egyben a Magyar Kupa sorozatnak a döntője is, és a fiatalabb élversenyzőkkel szeretnénk 2 külföldi Openen még részt venni, Ausztriában és Bulgáriában. De jóval-jóval könnyebb lesz az ősz, mint a tavasz volt. Ez 11 versenyen vettünk részt a szakosztályban, abból 3 világkupa, 5 vagy 2 Open, és a világbajnokság 6 nemzetközi versenyen. Tehát így hát fárasztó az, volt nagyon. Azt elhiszem, igazán megterelő, viszont szép eredményeket hoztak. Igen. Ehhez még egyszer gratulálok, a további munkához sok sikert kívánok. Köszönöm, hogy a vendégünk volt. Nagyon szépen köszönöm én is. A 44 nemzet részvételével lezajlott aerobik világbajnokságról 2 ezüstéremmel térhetnek haza a magyarok, és összesen 4 kvótát szereztek a jövő évi lengyelországi világjátékokra. Természetesen a magyar csapat húzóembere, a PSN ZRT kiválósága Bali Dániel volt. A világranglista éllovasa Bali Dániel férfi egyéniben az első helyen kvalifikálta magát az aerobik világbajnokság döntőjébe, ahol aztán a második helyen végzett. Vegyes párosban a debreceni Hegyi Dórával szintén a fináléba került, ott a gyakorlatuk szintén ezüstérmet ért. Összességben nagyon örülök ennek az ezüstnek is, csak ugye nyilván amikor ott áll az ember, hogy ugye a döntőben 8 egység van, és hazainak voltam szólítva, lement már a 7. is, elsőjén álltam, és az utolsó volt a japán fiú, és akkor ott vagy, hogy első vagy második, ez már biztos, és akkor
Nyilván jobban szeretné az ember az elsőt, de úgy gondolom, hogy büszke lehetek nagyon erre a második helyre is, és a japán fiú nagyon-nagyon megérdemelte az elsőt. A világbajnokság másik pécsi résztvevője, Mazács Fanni sem maradt döntős megmérettetések nélkül. Az aerodance és a sporterobik csoport tagjaként is a fináléba került. Utóbbi Bali Dániel, Farkas Balázs, Hegyi Dóra, Mazács Fanni és Szöllősi Panna összeállításban a negyedik helyet szerezte meg. Mindkét egység kvótát szerzett a világjátékokra. Megalakult a PVSK 100. évfordulójára megjelenő könyv szerkesztő bizottsága. A kiadvány mintegy 400 oldalas lesz, fotókat, interjúkat, statisztikai adatokat, portrékat tartalmaz majd. Elkészítésében, szerkesztésében heten vesznek részt Cserpán István, a PVSK elnöke, Szűcs Zsolt, a PSN ZRT vezérigazgatóhelyettese, Puc Péter újságíró, Bernát Miklós, a PVSK munkatársa, Zsótér Tamás, a PVSK kommunikációs munkatársa, Szalánci Krisztián sporttörténész és Nyilas László. Később egy hivatásos fotós is csatlakozhat a csapathoz. Egy mozgásában korlátozott férfit rabolt ki két pécsi férfi vasárnap. A nyomozás eddigi adatai szerint a sértettet egy busz megállóig követték a tolvajok, ahol odamentek hozzá és elvették tőle mobiltelefonját. A kirabolt férfi az elkövetők után szólt, hogy adják vissza mobilját, ők azonban a kérésnek nem tettek eleget. Egyikük megütötte a férfit, majd elszaladtak a helyszínről. A pécsi járásbíróság elrendelte a két tettes előzetes letartóját, osztatását egy hónapra. Híradónk végén főbb témáink még egyszer egy-egy mondatban. Vásárcsarnok, elektromos buszok rendelő, újabb 850 millió forint fejlesztésekre Pécsen. Bakondi a migrációról, konferencia a határrendészetről és a rendészettudományról. Két ezüstérem és 4 világjátékok kvóta, az aerobik válogatott húzóembere Bali Dániel. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!